A batáta, magyar nevén édes burgonya, a világ trópusi területein fontos népélelmezési növény. Amerika nemzeti ünnepén, a hálaadás napján minden család asztalán a legfontosabb étel, de a hétköznapokban is mindennapos. Ma már Magyarországon is egyre jobban elterjedt. Az ízre a sütőtökhöz vagy a répához hasonlító gumós növény használata. Ásott halmon már 20 éve foglalkoznak a termesztésével. A délalföldi meleg, elsősorban homokos talajok kiválóan alkalmasak arra, hogy batátát termeljünk, és mára már odáig jutottunk, hogy országos szinten is ismert az édesburgonya. Felhasználásával, gasztronómiában nagyon széles skálán történhet, a levestől, az édességekig, a köreteken át, nyersen fogyasztva salátába, tehát rengeteg féleképpen be lehet illeszteni a saját étkezésünkbe. A gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező Bivajos Tanya Kft. Főként a fajta megőrzésben, a jó minőségű szaporítóanyag előállításában, a vírusmentesség megőrzése, illetve a hatékonyság növelése tekintetében ajánlotta fel együttműködését az STL mezőgazdasági karának, amelyet a mai napon egy megállapodás keretében rögzítettek. Olyan cégekkel, olyan vállalkozásokkal, olyan szakmai szervezetekkel kötünk együttműködési megállapodást, akikre a jövőben majd a duális képzés kialakításában is együttműködő partnerként számítunk. Ilyen a Bivajos Tanya Kft. Is, akikkel egy most induló együttműködésünk alapvetően azt szolgálja, hogy a hallgatóink számára egy olyan gyakorlati helyet biztosítson, egy olyan bemutató helyet biztosítson, amely az édesburgonya, a batáta termesztésnek, mint azért elmondhatjuk, hogy kuriózum terméknek a termesztés technológiájának a megismerését, annak a gyakorlatban történő kipróbálását is lehetővé teszi. A harmadéves mezőgazdasági mérnökszakos hallgatók az együttműködés keretében majd rövid szakmai bemutatón ismerhették meg a batátát.